Hát nem, hát elsősorban egy csapat név mondjuk, hogy, hogy vagy kit képvisel. Nincs? Nincsen külön név, hanem igen. Majd számokat fognak húzni mindenki, igen, igen. És az alapján fog a döntés, döntés meghozni, a számozás alapján. Tehát, hogy a zsűri ne tudja, hogy ki főzte. Ne befolyása, igen, igen, igen. No. Tehát a Vörös Évike és a Borsos Anna. Igen. Tehát a királyi család, meg a Vörös Évike. Tehát ők... Meg a Vörös Tivadar a férje, mint igen. Ső a férje. Az Istvánt meg nem tudom, hol próbáljuk. Jó, milyen kell most. Ja. Azt mondta, hogy elszaladt valamiért, de mindjárt jön. Azt hát, eltelt. Na, akkor a következő csapat. Itt is látod a bográcsot, igen. Igen. A következő csapat. A hello, szia! Igen. Teter és a Nyezicski. Csapat. Látom, fiatalság is van, úgyhogy tanulják a fortét, nem? Igen, igen. Muszáj, hogy főzöcskézzenek. Akkor itt a Barabás. Igen. Volt egy olyan, akit a Jézus Krisztus fölakasztottak mellette. Na, komolyan. Puskás Barnabás. Barnabás. Jó, akkor ő egy... Fantasztikus, valami egészen titkos recept alapján. Húha. Épp azt akartam kérdezni, hogy egy pince pörköltöt annyiféleképpen lehet elkészíteni, vagy... Titkos recept alapján készül. Jó, hát de újat meghidett, hogy pince pörkölt, ugye? Igen, de hát... pince pörkölt a téma. Remélem, megkóstolod. Na. Hát, ahogy lesz. Hoztam egy üvegbot, hogy valahol van, tudom, valami közös borasztal, vagy csak úgy leteszél, hogy valahol van, leteszem meg. Külön közös nincsen, de... Vagy, ahova lejött az. Akkor. A következő csapat, a Berger és a Kabai. Igen. Éva. Jaj. Na, Kati, menjen előre. Nagyon, nagyon szép tűne van. Ez a csapat. Ez egy csapat. Akkor a következő csapat. Nem szeretik az Váci dialektus. Itt is. Ott is, igen. Jancsik család. Lefordítottam. Igen. Itt is készül. Nekem a... A következő társasága Heinlein és Tóth Tamás csapata. Igen. Átlagban véve ketten állnak össze mindig, és úgy főzöcskézni kettesével. Én csak egy olyan statiszta vagyok ebben. Arra is szükség van. Kell egy. Meg előkóstolóra. Ja, azt sem vagyok. Még nem neveztek arra. Hát, mint hogy én mi azt nem vagyok. És akkor itt van még a Slovák. Igen, a... igen, Gyulát régóta ismerem, meg Györgyét, igen. Úgyhogy jó, nagyon-nagyon eldugva, nagyon titkos ottan az a recept, úgy látszik, hogy ottan eldugva hátul. Jó van, Gyula, ügyesen kevered. És akkor intézi az ügyet. Ott is van valami kiállítás? Jó, akkor majd még azt is megnézem. Benne a kulcs, úgy látom. Thank you.
tudok tüzelni. De nem kell már alá tüzelni, hello. Én mindig meg tudom fázolni. Vágja a beton. Hol is meg? Ez megy így is. Persze, megy. A másikban tetszik. Ez az igazi komfortos. Orbán, esik az eső? Hetes! Nem? Tóki, ez a mostani hányas? Hol vagy? Ez a hetes, úgy tudom. Ez volt a hetes. Ja, ez már a második? Tehát a hetes már zsűrizték? Igen, már zsűrizték. Jó? Tányér alján van. Akkor az ötös. Hányas volt, Kati? Addig tudjuk? Nem. Nincs ráírva? Akkor majd megkérdezik. Van ráírva valami? Akkor minden megkérdezik. Hányas szám volt a tiétek? Mert nem vett ráírva. Ja, hát azt nem merik a zsűri megfordítani. Kettes. Kettes. És hát azért van az aljára téve, vagy írva, hogy nehogy megfordítsák. Négy embert terveztem be téged. A Czemmel Lacit, meg a Zsuzsit. Nem voltatok tegnap lent? Nem. 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 Meg nem tudtam, hogy nem tudjátok. Mert fel a Facebookra. Négyes? Jó, az jó. Ha nem is jeles, de jó. Igen. Lehet.
Da sind ja auch viele Ungarn auch abgehauen. Mit der Jolten sind die auch nicht mehr. Die sind alle angekommen. Itza! Mindig azt hiszük, hogy elmentél, eltévedtél, nem is jössz vissza. Mit szólsz el? Megnéztem, hogy nehogy elfogyjon a titkos recept, mert ebből akarok majd ki fogom analizáltatni. Jó, szeretném, hogyha megkóstolom. Laboratóriumban, és kitalálom a titkát. Szeretnék, ha megkóstolnád. Majd. Szóval az előjáról. Egyes. Húha. A zsűribe a... Tészte bele neki? A Zsuzsa, akivel beszélgettünk, akkor a... Kort! Kuksi, a Alexandra. Az egyik klubtagunk, és a harmadik a Krista, a másik képviselő, Makra Krista. Mivel úgy volt, hogy a Cemmel Laci meg a Kamilla lett volna, hogy a Thank you.
kicsit. Volt olyan, ami kicsit. Péter, többet? Én hozzak valamit? Majd. A következő. Ez a hármas. Van még? Nincs. Ez volt, ő volt az utolsó. Megkóstoltunk minden pörköltet. Azt kell mondjam, hogy mindegyik jó volt. Egy-kettőben volt, egyik kicsit túlsós volt, másik kicsit odakapott. Tehát voltak ilyen apró hibák, de alapvetően mindegyik finom volt. Úgyhogy nem volt olyan könnyű eldönteni, hogy hány, melyik lesz a nyertes, de kezdem a harmadiktól. A harmadik helyezést a négyes csapat érte. Melyik a négyes? Yeah. Hol van? Hol a négyes? Négyes. Hol a négyes? Négyes. Gratulálunk. Azért ez dobogós, akárhogy is nézzük. Harmadik lett a négyes. Nagyon finom. Ügyesek vagytok. Így tovább. A második helyezést a kettes. Nem, az ötös. Jaj, jaj! Munda! Munda! Ezt te voltál, doktor úr? Te csak sétáltál. Ötös! Bele sétáltam csak a tudományába. Mert sétáltam. A legfontosabb, csak úgy meglépni. És az első helyezést lassan! Egy perc! Hatos! Hát a legrosszabb kaja! Polgármester! Gyűri, ne igazság! Üdve ne igazság! Bunda! Polgármester! Deli! Azért gyertetek, mert kivagyom belőle! Köszönöm szépen! Ha. Na, de akkor ma viszki kukó! A többiek! A többiek! Mondtam, hogy a legjobb kaja! Mit akarsz? Elloptad a fának, és viszkid is kell. Kétes, kettes, hármas, és a hetes csapatot is várjuk. Köszönjük szépen. Egyes, kettes, hármas, hetes. Hetes. Ez a vihat. Köszönjük. Gratulálom mindenkinek, nagyon finom volt. Köszönjük. Ez a vigazdi. Hármas a vigazdi. Szervusz Péter, szervusz Kiszta. De aranyos. Na, amikor majd te főzöl, majd megnézed. Nem akar inni.